Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, a mai kedden Lukács evangéliumának a 12. fejezetéből kerül felolvasásra egy szakasz minden katolikus templomban a világon, így itt nálunk is. Tehát hallgassuk meg ezt az evangéliumot. Szerintem nagyon ismert történet, illetve példabeszéd, tanítás ez Jézus részéről. Mégis igyekezünk benne felfedezni olyan gondolatot, amellyel talán még eddig nem foglalkoztunk. Lassan olvasom éppen ezért, figyelmesen kísérjétek. Abban az időben Jézus így szólt. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihet megérkezik a mennyegzőről, és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik örváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Na hát, kedves testvérek, ha most hirtelen megkérdezném, vajon ki tudna válaszolni arra a kérdésemre, hol volt ez az uraság, mielőtt most megérkezik, amikor is várni kell őt, de ő maga hol volt? Ugye talán nem szoktuk ezt a bevezető mondatot még olyan nagyon figyelemmel kísérni, hogy tudnánk kapásból, hogy egy lakodalomban mennyegzőn volt. Erről a mennyegzőről érkezik, nem tudják a szolgák, hogy mikor, de valamikor mindenképpen haza. És akkor illik, hogy a szolgák úgy fogadják őt, ahogyannak rendje módja, vagyis tisztelettel, és felszolgáljanak neki egy jó vacsorát. Tehát hogy van ez? A mennyegző nem kapott enni-inni valót. Most hazajön és most akar enni? Hát azt hiszem, hogy Jézusnak éppen ezért az volt a szándéka ezzel, hogy azt mondja, a mennyegzőn lehet, hogy jól lakadtak engem, vagy kínálgattak legalábbis nekem sok mindent, de én itthon akarom igazán jól érezni magamat. Ezt úgy megtanulhatnánk, akik időnként meg vagyunk hívva valahova, hogy persze ott is érezzük jól magunkat, de azért mindig legyen nekünk a legfontosabb étkezés az az otthoni, az a rendszeres együtt étkezés. Még hétköznap is férje feleséggel legalább, vagy a kisgyermekkel, vagy gyermekekkel, jó esetben, hála Istennek erre is lehet számítani. De vasárnaponként mindenképpen üljük körül minél többen az asztalt, és ne keljen föl senki előbb, mint a többiek. Egyszerre üljünk le, és egyszerre keljünk föl. Egyszerre étkezzünk. Együtt étkezzünk. Jó lenne ezt megtanulni. Na de térjünk vissza erre a példabeszédre konkrétabban. Lukács, ez az orvos evangélista, mindig hozzáfűzöm, hogy eredetileg orvos volt a foglalkozása, szíriai származású ember volt. Még azt is megjegyzi, hogy mielőtt tulajdonképpen elmegy az Úr, a szolgákat valamiféle gyertyával ajándékozza meg valószínűleg, amit őrizni kell, illetve meg kell gyújtani majd, ha sötétedik, ha szükség van erre a mesterséges világításra. De ez már inkább ránk vonatkozik, mert nekünk az Úr a kezünkbe ad egy gyertyát, mégpedig útunk elején, az egész útunk, az életünk elején, ez nem más, mint a keresztelési gyertya. Megvan mindenkinek a keresztelési gyertyája? Nem valószínű. Nem baj. Mégis azt mondom, az a baj, ha netán van gyertya, vagyis meg vagy keresztelve, de nem élsz azzal a gyertyával. Nem ég a gyertya, nem élsz a keresztény
kereszténységeddel, a megkeresztettségeddel. Gondolj bele, ez olyan, mint ha vennél egy jegyet a Nemzeti Múzeumban, ma már elég borsos áron sajnos, és annak örülnél, hogy neked van egy jegyed a Nemzeti Múzeumban, de nem mennél el a múzeumban, hogy megnézd az ottani csodálatos kiállításokat. Ugyanígy vagyunk ezzel a keresztséggel. Hát többek között ezt is tanuljuk meg ebből a példabeszédből. De azért nehogy azt higgyük, hogy az egész példabeszéd erről szól. Az egésznek az a lényege, hogy arról beszél Jézus, hogy mindig legyünk a kegyelem állapotában. Bármikor bekövetkezhet, hogy eljön hozzánk az Úr, kopogtat, mint ahogy itt is mondja, hogy az Úr hazajön és zörget, és be kell engednünk az ajtón. Be kell, akár tetszik, akár nem. És akkor jó nekünk, és erre kell törekednünk, ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha ég a gyertya a kezünkben. És jaj nekünk, ha elfújtuk a gyertyát valamikor a keresztelés után, és azóta se gyújtottuk meg, vagy talán évek, évtizedek óta már nem élünk a kegyelem állapotában. Imádkozzunk egymásért, hogy mindnyájan törekedjünk a kegyelem állapotában élni. Köszönöm a figyelmet. Dicséretessék Jézus Krisztus!